nézőinket. Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Gevenc nagydíj. 50. alkalommal rendezték meg a kultikus kerékpáros versenyt. Idén is megtartották a nagy hagyományokkal rendelkező viadalt, Lovas Napok Zombán. Felavatták a bátaszéki focipályát, Dárdai Pál és csapata is pályára lépett. Együtt téren nyáron, retro autók is felvonultak Tolnán. A hétvégén 50. alkalommal rendezték meg a nagykultuszú Gemenc nagydíj kerékpáros versenyt. A viadalon 15 ország 19 csapata vett részt. Az összetett verseny kettő szakaszból állt, szombat este pedig következett a Szekszárdi Kritérium Gála körverseny. Nagy küzdelemben tekernek a bringások, pénteken és szombaton rendezték meg a nagymúltú Gemenc nagydíj kerékpáros versenyt 50. alkalommal. Kettő szakasz, ugye az összetett versenyről beszélek, amikor volt pénteken egy 160 kilométeres szakasz, akkor elmentünk Kölesd irányába, tulajdonképpen Medina, Szedres és akkor úgy Kölesd. Kőkemény meleg volt, nem irigyeltem a srácokat, viszont nagyon nagy átlag jött ki, 45,3-as átlagot hajtott a győztes. A ma délelőtti szakasz pedig Szálkának ment, ugye a Sárközt érintettük, és akkor úgy Szálka szintén háromszor föl a Szálka emelkedőn, és a legvégén pedig fölvittük őket a Kálváriára, hogy jó lessen. A nagy díj leglátványosabb része a szekszárdi körverseny volt. A biciklisek 45 kilométeren 35 kört teljesítettek. Ez egy nagyon nehéz szakasz itt a Macskakövön fölfelé, Garai tértől Béra térig. Elmegyünk a Vármegyeháza mellett, amit mögöttünk itt láthattok. Ez egy brutális nehéz, mert itt az ember lába nagyon megáll. Azt gondoljuk, hogy eljutottunk a célvonalig, és akkor már innen könnyebb lesz, és nem lesz könnyebb. Tehát egészen itt a bíróság épülete, az a vízválasztó, onnan egy picit megkönnyebb az ember, viszont lefelé meg nem tudsz pihenni, mert lefelé meg 60 fölött megy a mezőny. A körversenyt az olasz Matteo Zurro nyerte. Összetettben pedig a szlovén Mihály Steiner diadalmaskodott, miután az eredeti összetett győztes Tilen Fingst és csapata az Adria Mobil nem állt rajthoz a körversenynél, így őket kizárták. Nagyon boldog vagyok, jól teljesítettem a hétvégén, ahogy a csapattársaim is. A végén szükségünk volt egy kis szerencsére is, de így alakult. A legjobb magyar versenyző Gönczi Gergő lett. Tegnap nagyon erősen mindenféle feladatot láttam el a csapatban. Kontrolláltam a szökéseket, összehúztam a veszélyes támadásokat, sprinthajrát vezettem föl, hegyi hajrát vezettem föl, kulacsokat hordtam, úgyhogy amit meg lehetett tenni a csapatért, megtettem. A versenyt megelőzően szekszárdi önkormányzati képviselők koszorúkat helyeztek el a szekszárdi kerékpársport meghatározó személyeinek sírjainál. A mai nap pedig itt a temetőben egy olyan kegyeletnek a lerovásáról szól, amely a sajnos már korábbi években elhunyt kerékpár sportolóknak állít egy kis emléket. Tisztességgel adózzunk azoknak, azon személyek előtt, akik annak idején ennek az 50 év történetének talán a legszebb lapjait írták a szekszárdi sport életében. A jubileumi nagydíj a versenyigazgató Stei Gábor szerint jól sikerült, reméli, hogy jövőre is meg tudják rendezni a viadalt, immár 51. alkalommal. Idén sem telt el a július zombai lovasnapok nélkül. A rekkenő hőség nem kímélte a versenyzőket, valamint jószágaikat, ennek ellenére kitartóan küzdöttek az elismerésekért. Idén 23. alkalommal rendezték meg Zombán a kétnapos fogadhajtó összecsapásokat. Hírnikül György, a Zombai Lovas Klub Egyesületének elnöke beszélt a program népszerűségéről. Megjelentek nálunk világbajnokok, Európa bajnokok, a fogadhajtás legendái, ami nagyon büszkék vagyunk, nagyon szerettek ide járni mindig, és megpróbálunk megfelelni azoknak a hagyományoknak, amiket az elődeink ránk hagytak.
A küzdelem hétvégén nagy kihívást okozott az időjárás. Szervezők és versenyzők egyaránt dolgoztak azért, hogy mindenki épségben biztonságosan tudjon versenyezni. 40 fokos kánikula, mindent megtettünk azért, hogy a lovak jól érezzék magukat a lehetőségekhez képest. Lómosót alakítottunk ki, többször voltak napközben mosva, a büfé üzemelt, hideg italok voltak. Tehát úgy nézem, hogy azért át tudtuk vészelni ezt a napot. Nagyon nehezen sikerült ezt végigtenni, tehát lehetett látni ezt a lovak teljesítményén is, hogy ebben a nagy kánikulában nehezebben koncentráltak a hajtók is, a lovak is, de túl vagyunk rajta, és örülünk neki, hogy ez a nap lejárt. Este lesz egy kombinált hajtás, 22 órakor kezdődik, annak körülbelül 1:30-ig fog tartani hajnalba, és holnap pedig egy ügyességi verseny lesz, szabadidőlovas megméretetés, ahol 165 start lesz, ugyanilyen nagy melegben. Ez egy igazán komplex, több tényezős tevékenység. A sportolóknak nem csak saját maguk edzettségével kell foglalkozniuk, hanem a lovakéval is. Ez egy olyan sport, ami több éves rutin szükséges hozzá. A hajtóknak is kell ez a rutin, de hiába van neki jó rutinja, amikor egy kezdő fogattal megy. Tehát az is több év kell ahhoz is, hogy az a fogat és a hajtó összeszokjon. Itt lehetett látni nagyon régi hajtókat, fiatal lovakkal. Ők se tudtak most brillírozni, de viszont vannak rutinos lovak, idősebb hajtókkal, akik viszont hozták a tőlük elvárt eredményt. Harmadik helyezett, Schmidt Bogár Balázs. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője tűzte fel a szallagokat a legjobbakra, és adta át a trófeákat a büszke helyezetteknek. Pénteken dél előtt két autó ütközött össze Szekszárdon a Munkácsi utca és a Béla tér kereszteződésében. Az egyik kocsi vezetője az elsőbségadás kötelező jelzőtáblát figyelmen kívül hagyta. A balesetben egy utas könnyebben megsérült. Pénteken délután egy autós közlekedett Kaposszegcsőn. A sofőr egy kereszteződéshez érve a stop táblánál megállt, majd jobbra a Dombóvár irányába kanyarodott. Manővere során nem adott elsőbséget egy másik autósnak. A baleset után a vétlen kocsi felborult, melynek vezetője könnyebben megsérült. Kigyulladt egy parkoló személyautó utastere péntek délben Pakson, a Gesztenyés utcában. A paksi hivatásos lánglovagok vonultak a tűzesethez. Másnap egy dízel üzemű személyautó égett teljes terjedelmében szombat délután, szintén Pakson, az M6-os autópályán. A szakemberek két vízsugár segítségével oltották el a keletkezett tüzet. Személyi változásokat rendelt el a Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyés püspök 2024. augusztus 1-jei hatállyal. A megyés püspök többek között áthelyezte Nagy Norbert plébánost Pécs gyárvárosból a Tolnai plébániára, Ravasz Csabát pedig Tolnáról Vémindre. Molnár Erik szekszárdi káplánt felmentette beosztása alól és püspöki titkárnak nevezte ki az egyházmegyei hivatalba. Dárdai Pál labdarúgó edző és csapata a Dárdai Team is pályára lépett a hétvégén az új bátaszéki focipálya avatóján. A közönség igazi sztárparádét láthatott. Dárdai Pál labdarúgó edző és korábbi játékos érkezett csapatával szombaton Bátaszékre, ahol felavatták az újonnan elkészült focipályát a Bátaszék All Stars csapata ellen. Amikor ilyen mérkőzésekre eljárunk, itt a főleg az a lényeg, hogy az emberek jól érezzék magukat, a játékosok, meg általában ez egy ünnepnap, ugye ma ugye megnyitják az új füves pályát, tehát ilyen szempontból szívesen jöttünk. A lényeg az, hogy ilyen melegben mindenki éje túl a mérkőzést, és utána eszünk, iszünk, meg beszélgetünk egy nagyot. Úgyhogy, de ahogy nézem, kellemes a közeg, úgyhogy jó helyre jöttünk. Dárdai Pál családja a szomszédvári Véménről származik, a Baranya vármegyei csapat még a Dárdai Team mérkőzése előtt küzdött meg a Bátaszék Tolna vármegyei első osztályú gárdájával. Bátaszéken voltam gyerekként többször is, mert a unokatestvéremnek a unokatestvére itt nőtt föl, és voltunk egyszer-egyszer hétvégén lent. Városi gyerekek lejöttünk egy kicsit ide. Jól éreztük mindig magunkat, rendes emberek vannak, de itt egész Tolna, Baranya megyében itt folyamatosan akárhol megyünk, szeretnek minket, jó emberek vannak, azért megyünk, azért érezzük mi is jól magunkat, és szerintem ez így se lesz másképp. A focipálya egy hosszú fejlesztési folyamat újabb állomása. Néhány évvel ezelőtt egy műfűves pályát tudtunk átadni, és ezzel tudtuk a sportolás és a labdarúgás feltételeit javítani, és a sportvezetők álma volt annak idején, hogy a centerpálya is meg tudjon újulni.
Ez néhány évvel ezelőtt kezdődött el ennek a beruházásnak az előkészítése. Az MLS támogatta ezt az elképzelést, és biztosította hozzá azt, hogy 100%-os úgynevezett TAU támogatásból ez meg is tudjon valósulni. Nagy Ákos, a Bátaszéki Sport Egyesület elnöke úgy fogalmazott, az új pálya a szorgalom és az elhivatottság diadala. Azért itt együtt kellett állni a csillagoknak több tekintetben ahhoz, hogy ez a pálya átadás, illetve egyáltalán maga a kivitelezés realizálódni tudjon. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy egy ilyen konszenzus és egy társadalmi összefogásnak lehetünk a tanúi, hiszen rengeteg vállalkozó, nagyon sok szakember dolgozott azon, hogy ez a pálya átadásra kerüljön. Bánki Erik bátaszéki gyerekként még a 70-es években focizott a helyi csapatban. Hála Istennek ma már, amikor sokkal nehezebb a gyerekeket lehozni a sportpályára, mert számos más kihívás, főleg a számítógépes játékok azok, amik konkurálnak a sportokkal, hogy ma is Bátaszéken több mint 100 gyerek van, aki igazolt játékosként rendszeresen edz, nem csak helyiek, nagyjából a felük, aki helyi, hanem a 7-8 faluból a környékről járnak idebe, így alakulhat ki itt egy csodálatos sportélet, és nagyon remélem, hogy ez sokáig fenn is fog maradni. A dárdai tím 6-3 arányban nyerte meg a gála meccset. A csapatban Dárdai Pál mellett pályára léptek még olyan neves játékosok is, mint például Lőv Zsolt, Juhász Roland vagy Szitkovics Péter. Megjelent a Határtalanul program 2024-2025-ös évi pályázati kiírása. Közölte Potápi Árpád János államtitkár, Tolna vármegye országgyűlési képviselője. A 2011-ben indított kezdeményezés célja, hogy valamennyi közoktatásban tanuló magyarországi fiatal tanulmányai során legalább egyszer eljusson a szomszédos országok magyar lakta területeire a magyar kormány támogatásával. A programba eddig már közel 900 magyarországi település kapcsolódott be, évente körülbelül 1000 kirándulás valósul meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet körképe szerint idén jó szezonra számítanak a termelők, bőven jut a feldolgozó iparba és a fogyasztók asztalára is a friss csemege kukoricából. Közleményükben azt írták, az Európai Unión belül Magyarországon van a legnagyobb csemege kukorica termőterület. A különböző termesztési módszerek alkalmazásának, illetve az ütemezett vetésnek köszönhetően a termelők május végétől október elejéig el tudják látni a hazai piacot. Kisorsolták a MOL Magyar Kupa első fordulójának párosításait. A Tolna vármegyei csapatok közül a szekszárdi UFC a Hímesházával, a Majosi Ese a Harkánnyal, az FC Dunaföldvár az Érddel találkozik. Az NB3-ba újonnan feljutó Bonyhád VLC a PTE-pe arcot fogadja. Szintén a völgységbe Kakasra utazik a pécsi MFC együttese. A Faddi Ese pedig a Diósd gárdájával küzdhet meg a továbbjutásért. Együtt téren nyáron címmel rendezett szabadtéri programot a Tolnai Művelődési Központ Tolnán, a Hősök terén. Kézműves vásár és játékok mellett a kilátogatók egyedibbnél egyedibb retro autókat és motorokat is megcsodálhattak. A felvételek láttán sokakat nosztalgikus érzések foghatnak el. Ezek a retro autók és motorok július 12-én Tolnán vonultak fel az Együtt téren nyáron elnevezésű rendezvény keretében. Volt, aki egy régi Mercedes-Benz Pontonnal érkezett. Vágyam volt régi autó. Akartam menni régebbi, csak féltem, hogy nem kapok hozzá alkatrész, de van alkatrész. Nosztalgia, nagyon jó vele menni. Kitűnt a tömegből az 1968-as Chevrolet Camaro is. Tulaja ezt 2010-ben vásárolta, majd 6 évig újította. Hát, dolgoztam külföldön, kerestem egy kis pénzt, vettem egy szép külföldi divatos autót, ami egy év után fődarab hibás lett, és akkor úgy gondoltam, hogy nekem nem kellenek ezek a modern autók. Inkább vettem egy régebbi, azért használhatót, napi használatra, és akkor megvettem azt az autót, amiről mindig álmodoztam, és elkezdtem felújítani. A tulaj úgy tudja, az első kiadású Camarokból Magyarországon hivatalosan csak egy pár darabban forgalomban, így ez igazi ritkaságnak számít. A járgányok a Tolnai Gimnáziumnál gyülekeztek, ezt követően indultak el a Hősök terére, ahol az Együtt téren nyáron rendezvényt tartották. Még ragad a keze, úgyhogy majd, hogyha megszállod, akkor gyönyörű. Ugye én tavaly kaptam meg a kinevezésemet, és az volt a képviselőtestületnek a kérése, hogy színesítsük egy picit a város kulturális életét.
és azért több programot életre hívtunk, hát ennek az egyike lesz itt most már második évben megrendezve, együtt télen-nyáron. Kézműves kirakodóvásárra készültünk, van néhány kézműves a környező településekről és helyből, aztán lesz természetesen kürtőskalács, savart, fagyi, ital, kínálat, többfajta, és este pedig amatőr helyi zenekarok fognak föllépni. Mint a vezető elmondta, mindig törekednek újításokkal előrukkolni, így jött az autós felvonulás ötlete is. Regionális híreink következnek. Pécsi virológusok sikere. Dél-Amerika első kiemelt biztonságú laboratóriumában segítenek a szakemberek. Kánikula. Egyre többen vannak a Balatonnál. Dél-Amerika első BSL 4-es, azaz a legmagasabb fokozatú biobiztonsági laboratórium megvalósításában nyújtanak szakmai segítséget a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium szakemberei. A pécsiek tanácsadással és tréninggel segítik az új kutatóhely létrejöttét. A magyar virológusok a beruházáshoz nyújtott segítségen túl közös szakmai kutatási programokat terveznek brazil kollégáikkal. Ezek a felvételek a legmagasabb fokozatú biobiztonsági laboratóriumban készültek Pécsett. A Virológiai Nemzeti Laboratórium szakemberei dolgoznak itt, az Egyetem Szent Ágotai Kutatóközpontjának épületében. Nemrég Brazíliából érkeztek ide virológusok, hogy kérjék a pécsi kollégák segítségét tervük megvalósításához. Brazil kollégák abban a tekintetben kerestek meg minket. Ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis Dél-Amerikának nincs BSL 4-es laborja. A BSL 4-es labor azt jelenti, hogy a legmagasabb biobiztonsági besorolású laboratórium, itt Pécsen is van ugye egy. Ezekből a jelen pillanatban 66 van az egész világon. Na most ez megdöbbentő, hogy Dél-Amerikának miért nincs, éppen itt volt az ideje, hiszen Dél-Amerika éppen a betegségeknek az a forró pontja, amin, ahol nagyon nem látjuk, hogy milyen újabb és újabb vírusok vannak még ott az Amazonasban, az Amazonas medencében, az erdőben, és az elmúlt, nem is mondok nagyot, az elmúlt 5 évben jó néhány új vírus felütötte a fejét, úgyhogy a brazil kormány úgy döntött, hogy most befektet egy ilyen laboratóriumba. Azonban a közös munka nem merül ki abban, hogy segítenek ennek a különleges labornak a létrehozásában. Közös munkát terveznek a brazil szakemberekkel, például az úgynevezett felbukkanó fertőző betegségek legyőzésében, korai felismerésében, kezelésében. Brazília egy forró pont ilyen szempontból, hiszen az ember egyre mélyebbre jut az Amazonas medencéjében, ez pedig növeli az újabb betegségek megjelenésének kockázatát. Ahogy egyre több természetes élőhelyet bolygatunk, zavarunk meg, egyszerűbben fogalmazva, minél több erdőt vágunk ki, annál több ilyen fog ránk találni. És ugye Dél-Amerika most egy forró pontja ennek. Hallani, hogy Brazília ugye termeli ki az esőerdőt, stb. Hát ezek azok a kapcsolódási pontok, de még lehetne itt sorolni az afrikai bányász tevékenységet. Nagyon sok munkánk van, Bangladesbe építve vannak a kollégák, ott például a kiterjedt mezőgazdaság, a túlnépesedés. Nagyon-nagyon sok olyan kontaktust teremt, ami gyakorlatilag meg százszorozza, meg ezerszeresíti azt a találkozási számot, ami mondjuk sokan mondják, hogy nagyapáink idejében, akkor nem voltunk ennyien, akkor nem vágtunk ennyi erdőt, akkor nem jutottam el 24 óra alatt a világ másik felére. Tehát ez a bolygó, ami most élünk, ez a globalizált világ egy kiváló táptalaj vírusoknak. Ezért fontos, hogy épüljön ilyen magas biobiztonsági kutatóhely Dél-Amerikában. Felmerül a kérdés, hogy miért nem a közelebb lévő USA-ból kerestek meg ilyen laboratóriumot. Megvan az oka, hogy miért a pécsi virológusokkal akarnak együttműködni, tudtuk meg Kemenesi Gábortól. Az amerikai laborok nagyon fejlettek abban a tekintetben, hogy a valóban nagyon előre haladott, kizárólag laborhoz köthető tevékenységben ők nagyon jók, élen járnak. Viszont ami a braziloknak kell, az egészen más. Ugye pont arról beszéltünk, hogy erdőirtás, újra felbukkanó betegségek. Ezt mindenféle ilyen nagyzolás nélkül mondhatom, hogy itt Pécsen ebben bőven van tapasztalatunk, Dél-Ázsiától, Észak-Afrikán át Európáig. Mi pont azt a fajta munkát csináljuk, hogy mindig egy lépéssel így a járványok előtt járunk, mindig ilyen furcsa jelenségekre már felfigyelünk és kivizsgáljuk, és nekik is ez ütette meg a fülüket, hogy nekik is valami hasonló koncepció mentén kell majd működni, és emiatt találtak ők ránk, úgyhogy ezt a terepi virológiától egész a 4-es laborig történő munkafolyamatokat mi ezt így egy csomagba átadjuk nekik, és nagyon reméljük, hogy tényleg hosszú távú lesz az együttműködés. Fotó a brazil szakemberekről, akik már ellátogattak a Pécsi Virológiai Nemzeti Laboratóriumba. A pécsi virológusok itt készítik fel őket majd arra, hogyan kell dolgozni a magas fokozatú laboratóriumban. A tréningek mellett pedig további szakmai kutatói együttműködést terveznek a két ország között. Beindult a balatoni nyári nagyüzem. A kánikula és a vízparta csábítja a vendégeket.
A szálláshelyek többségében már alig találni szabad szobát a vakáció idején. Nem csak a belföldi vendégek száma nagy, hanem nő a külföldi turisták száma is a magyar tengernél. Benépesül a nyári melegben a zamárdi partszakasz, sokan választják a déli partot pihenésül, és nem csak a fürdőzési lehetőségek miatt. Van itt kalandpark, vízi kalandpark, vízi biciklizés, akkor van, hogy összebandázunk másokkal, és akkor itt lehet szaladgálni a parton. Néha gyerektáborokat is keresünk, így Siófok és a környékén. Júliusra minden strandi büfé kinyitott már a partmenti helyeken. Nem csak a lángos és a hekka keresett, egyre többen próbálják ki az egyedi menüket kínáló strandbisztrókat is. A tarhonya puding az tarhonyából sárga krémmel fel van főzve a desszert. Erre teszünk a tetejére most egy mangó csatnit, ami egy tiki, klasszikus tropikál íz. Ebben a zamárdi bisztróban minőségi alapanyagokból készülnek a különleges ételek. A vendéglátóhely már 8. éve várja a vendégeket, akiknek a száma idén is júliusban emelkedett meg érezhetően. Én úgy látom, hogy július első hetében, amikor már az emberek stabilabbnak érzik a meleget, és hogy biztos jó idő van, inkább akkor szoktak elindulni. Ebben a zamárdi szállodában már hónapokkal korábban kellett szobát foglalni annak, aki balatoni nyaralást szeretett volna. Alapvetően ugye a Balatonnak a déli partja az leginkább kisgyerekes családoknak a népszerű desztinációja. Ők pedig azért szeretnek nem csak a szűk családi körrel, hanem akár a nagymamával, nagypapával közösen több generáció együtt utazni. Ez a célcsoport jellemzően azért április-május környékén, hogy mindenkinek az időpont jó legyen a családból, elkezdték tervezni és foglalni a szállást. Ugye a mi szállodánkban kifejezetten olyan lakóegységek vannak, amik ilyenkor nagyon népszerűek, és ezeknek a kapacitása körülbelül ebben az időszakban, május végével el is fogyott. Nyáron átlagosan 80-90%-os a telítettség a déli parti hotelekben, így ebben a siófoki szállodában is. A júniusunk úgy zajlott, hogy a kicsit megnyúló tanév miatt az első három hétben azért lehetett szobát találni, a hétvégek ott is tele voltak, de hétköznapokon volt szabad szoba még a későn kapcsolóknak is, de a július, augusztus, az már most mondtunk, gyakorlatilag megtelt, júliusra a hétvégék teljesen tele vannak, hétköznapokra, vasárnapokra van még egy-egy szoba, jellemzően a családosok érkeznek a szállodába hosszabb tartózkodásra, mint egyébként a tavasz-őszi időszakban. Jellemzően 4-5 éjszakát töltenek a szállodában vendégeink. Az elmúlt években a kisfaludi programnak köszönhetően sok szálláshely megújult a Balaton körül, de kempingek és strandok is korszerűsödtek. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Gevenc nagydíj, 50. alkalommal rendezték meg a kultikus kerékpáros versenyt. Idén is megtartották a nagy hagyományokkal rendelkező viadalt, Lovas Napok Zombán. Felavatták a bátaszéki focipályát, Dárdai Pál és csapata is pályára lépett. Együtt téren nyáron, retro autók is felvonultak Tolnán. Kedden változatlanul a hőség lesz a legmeghatározóbb. Ismét országszerte jellemzően 35 fok köré melegszik a levegő, illetve a déli ország részben ismét rekord közeli maximum hőmérséklet valószínű. Délután gomoly felhősödés adhat időszakosan árnyékot, melyekből elszórtan magasabbra törő zivatarfelhők alakulnak ki. Késő délután este elszórtan, kis körzeteket érintően heves zivatargócok is kipattanhatnak, de összességében kevés helyen esik az országban. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!